Tüskevár János vitéz, légy jó, mint halálig, kincskereső Kisködmön. Néhány könyv, amelyek elolvasásához a pedagógusok napjainkban is ragaszkodnak, bár szabadon válogathatnának a szépirodalmi alkotások között. Azonban nem egyszerű rábírni a gyermekeket a szépirodalom olvasására, ám a szülő személyes példájával sokat tehet az olvasás megszerettetéséért. Elsősorban nem az iskolának nagy a felelőssége, hanem a szülőnek, mert mi vagyunk azok, akik a gyereknek a kezébe adjuk legelőször a könyvet, mi olvasunk vele mesét, amikor kicsi, és mi mutatunk példát. Tehát, hogyha egy gyerek azt látja, hogy a szülő is olvas, akkor én úgy gondolom, hogy hamarabb fog a kezébe könyvet venni. És sajnos még mindig nagy részt ugyanazok a kötelező olvasmányok vannak, mint a mi időnkben. Én tartok tőle, hogy inkább gátolja ez az olvasásnak a megszeretését, már csak azért is, mert kötelező, az általában mindig gátaszító. Azt gondolom, hogy talán kicsit föl kellene higítani. Tehát lennének olyan kötelezők, amiket kivenni, és helyettük betenni egy kicsit modernebbeket, tehát hogy változatosabb legyen. Ne csak azok a régiek, hanem egy picit próbáljuk föllazítani, és lehet, hogyha néha beteszünk egy könnyebb olvasmányt, akkor később hamarabb elolvassák a nehezebbet is. A Szabó Gyula Alapiskola 7. A osztályában a magyar irodalom órán Katona József bánkbánnyával foglalkoznak. A legtöbb tanuló szinte minden kérdésre tudta a választ. Hodosi Katalin tanárnőnek azonban negatív tapasztalata van a kötelező olvasmányokkal kapcsolatban. A mai gyerekek nagyon kevés, aki könyvet vesz a kezébe, és ez sajnos otthonról jön. Én nem nagyon merek sok kötelezőt adni egyébben, mert ezt most már tapasztalat mutatja, hogy fölösleges, de egyel még mindig bepróbálkozom, hogy legalább egyet olvassanak. Idén a 7-eseimnek a Jókaitól az aranyember a kötelező olvasmány. Kicsit beavattam őket, kíváncsivá tettem őket, és akkor lehet, hogy többen kezükbe veszik. Hát én továbbra is fogok kötelezőt adni, ez biztos, mert azt látom, hogy ha már 20 gyerekből 10 elolvassa, az már nekem siker. Vannak olyan felső tagozatos tanulók, akik szívesen olvasnak kötelező olvasmányt, de más könyveket is a kezükbe vesznek a szülők vagy nagyszülők ajánlására. Szerintem kellene, hogy azért olvassanak a gyerekek is, meg hát én is elolvastam mindet, mert így bele tudom élni magamat, és érdekel is. A Pál utcai fiúk is nagyon jó volt, nagyon beleéltem magam a végén, amikor egyik kisfiú meghalt, aztán rendesen rosszul éreztem magamat. Szeretem a kötelező olvasmányokat, hát hogyha feladják, akkor természetes, hogy elolvasom, de ilyen régi könyveket is, például a Pál utcai fiúk, a Te szinte ostam, de nem azért, mert feladták őket, hanem egy idő után már bevonzott. Tehát érdekelt engemet az, hogy hogyan küzdenek meg ugye a kisebb, természetesebb grundért, más néven játszótérért, azok a gyerekek, akik meg akarják azt a területet védeni a rosszabb, de erősebb emberektől. Sok könyvet olvasok, köztük vannak ugye sci-fi könyvek, fantasy könyvek és ismeretterjesztő és természettudományi könyvek is. A Felvidéki Olvasóklub tagjai saját maguknak kötelező olvasmányként Márai Sándor a Gyertyák csonkig égnek című könyvet adták fel. A következő márciusi találkozójukon olvasói élményeiket beszélik majd meg.